Egy figyelmetlen autós kihajtott a motorkerékpár elé, a motoros elrepült és a földhöz csapódott. Ennek következtében koponya és gerincsérülést szenvedett. Az autó sofőrje alkoholt fogyasztott. Emellett dohányzott a kocsiban, és az égő cigi miatt meggyulladt az ülés. Ezt a megtörtént esetet szimulálták a nyílt napon. A történet mindig ott kezdődik, hogy valaki észreveszi a balesetet. Ebben segítettek a középiskolások. A sérültet, hát elláttuk. Igazából vigyázzunk rá, amíg jött a mentő. Mi a feladat egy kívülállónak egy ilyen esetben? Hát először megnézni, hogy van-e pulzusa és hogy lélegzik-e, és megnézni, hogy nem törtek-e le a csontjai. A helyszínelésben a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök vettek részt. Több alkalommal is rendezünk ilyen közös baleseti szimulációt, de egyébként ez az életben is így működik, tehát minden egyes közlekedési baleset helyszínén együtt dolgozunk, úgymond mentők és tűzoltók, egymás munkáját segítve és kiegészítve. A baleseti szimuláció a nap leglátványosabb része volt. A nyílt napnak egy nagyon fontos része a bemutató. Ugye, hogy egy kicsit betekintést nyerhessenek a kívülállók is abba, hogy hogyan történik a mentőknek a helyszíni munkája. Az újraélesztést a legkisebbek is kipróbálhatták. Kíváncsi voltam az életmentésre, meg kíváncsi voltam, hogy hogy csinálják ezt az egészet. Én már tavaly is voltam, nekem nagyon tetszik ez a hely, szerintem nagyon jó. És mi tetszett a legjobban? Hát az újraélesztés, meg hát amikor bele lehet ülni ezekbe az autókba, tűzoltó autóba, meg ezekbe. A látogatók a délelőtt során megnézhették a tűzoltó és a rendőrautót, bekapcsolhatták a szirénát és a kék fényt. A családokat egészségügyi szűrővizsgálatok, víradás, egészséges ételek kóstolója, kajak és kenu ergométer, valamint ugrálóvár és sok más szórakoztató program várta. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan arra törekedtek, hogy mindenki jól érezze magát.